És a vonal túl végén már itt van velünk Hengerics Kornélia Párizsból, újságíró barátunk, aki napok óta tudósít minket a Notre Dame katasztrofájáról. Szervusz Kornélia, hallasz-e minket? Jó reggelt! Ismételten köszönjük a nagyszerű tudósításaidat, hogy egy kicsit közelebbre hozod a mi nézőinket mindahhoz, ami Párizsban történik. Ugye te 700 méterrel laksz a Notre Dame-tól, ezt említettük. Mik a legfrissebbek, Kornélia? Nyugodtabbak a kedélyek, azt kell, hogy mondjam. Tegnap már ugye elég sok pénz összegyűlt arra, hogy új felújítsák a katedrálist, és a kormány is összeült, hogy egy tervet összerakjon a felújításra, tehát azt hiszem, hogy az állampolgárok meg vannak nyugodva. Egy dolog, ami kicsit még megkérdeztem két franciát, hogy mi az, amit éreznek mostanában, és ők többet szeretnének tudni arról, hogy mitől keletkezett a tűz. Tehát most ugye ott tartunk, hogy ez nem volt szándékos gyújtogatás, de még pontosan többet szeretnék tudni róla, hogy mitől lett ez a tűz, mert nem nagyon hisznek annak, amit mondanak. Kevét tartunk, a maga terület az most úgy néz ki, hogy folyik az élet, mennek az autók, ugye ott a szigeten, ahol áll a katedrális, ott le van zárva, és egy csomó televízióként áll. És csak nagyon röviden, Kornélia, jól látjuk azt, hogy óriási a szolidaritás Franciaországon belül is, kívül is, de jól érezzük azt, hogy felelősségkeresés igazából nem indult még meg, tehát nem mutogatnak pontosan egymásra a szereplők. Jól érezzük ezt? Így van, nagyon jól érzitek ezt, nincs egymásra mutogatás. Azon vannak, hogy hogyan lehetne ezt az egészet minél előbb helyreállítani, és ez szerintem példaértékű. Hengerics Kornélia, nagyon szépen köszönjük, számítunk a további tudósításaidra, és köszönjük szépen, hogy velünk voltál ma reggeli, szervusz. És ugye, amit Kornélia is említett, hogy Párizsban is az érdekli az embereket az egyik legjobban, hogy konkrétan mi okozta a tüzet, mi is erről beszélgetünk, úgyhogy nagyon érdemes velünk maradni, mert egy nyugalmazott tűzoltó ezt lesz mindjárt a vendégünk.